Dolgoznak a gépek a Gémtech Kft. Területén napkoron. A vállalat üzemeiben nagyméretű speciális acélszerkezeteket, többek között hidak, daruk és más emelőeszközök elemeit, építőipari óriásalkatrészeket, illetve egyedileg forgácsolt gépegységeket állítanak elő. A cég vezetője arról beszélt, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mára már ez Kelet-Magyarország legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb ilyen jellegű magánvállalkozása. Itt napkorom 130 ezer négyzetméter iparterületem, közel 15 ezer négyzetméter daruzott iparterületem, iparcsarnokban, 2000 négyzetméter daruzott alapanyagraktárral rendelkezünk, és itt készülnek a világszínvonalú termékek. Maximális emelési kapacitásunk jelenleg 120 tonna, azonban hamarosan ez 150 tonnára fog bővülni. Extrém méretű acélszerkezeteket gyártunk, és kiemelt minőséget állítunk elő. Ez az új 1200 négyzetméteres gyártócsarnok biztosítja azt a Gémtech Kft.-nél, hogy tovább növekedjen a termelési kapacitás. Az itt előállított termékeket többek között Németországban, Belgiumban, Oroszországban, sőt afrikai országokban is értékesítik. Az üzemáttadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, ez a fejlesztés újabb kapukat nyit meg a vállalat számára az exportpiacon. Ennek az 1200 négyzetméteres csarnoknak a megépítése 2 milliárd forintos beruházás keretében történt. Mindez a magyar kormány 900 millió forintos támogatást biztosított, és ezzel a beruházással összességében 450 munkahely válik beton biztossá. Az itt létrejövő hegesztő bázisoknak köszönhetően a tengeri kikötők, illetve nagy vasúti konténer terminálok daruinak gyártására is alkalmassá válik a vállalat. Sőt, ha minden jól megy, akkor hamarosan már kizárólag magyar alkatrészekből, magyar elemekből álló daruk gyártása is lehetővé válik. A beruházás előtt 71 fő dolgozott a vállalat saját állományában, ez a szám pedig alig 3 év alatt 193-ra dúzzadt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány a járványhelyzet alatt is arra törekedett, hogy a bővítést megcélzó vállalatokat támogassa. Tavaly a rendkívül nehézségek ellenére is számos nemzetgazdasági rekordot sikerült megdöntenünk. Például soha nem fordult még elő az, hogy több mint 5 milliárd eurónyi, vagyis több mint 1800 milliárd forintnyi beruházás jött létre Magyarországon kormányzati támogatással, és soha nem fordult elő még az sem, hogy 4,7 milliónyian dolgozzanak Magyarországon, legalábbis a kommunizmus bukása óta, és soha nem fordult még elő az sem, hogy a magyar gazdaság 110 milliárd eurónyi exportot állítson elő. Az új üzemcsarnok már a 9. az iparterületen, a vállalat célja pedig az, hogy a közeljövőben továbbfejlesszen és megduplázza a cégnél dolgozók létszámát.